Madár csicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy következő smink videóhoz, ahogy látjátok, nagyon kezdetleges állapotban van a sminkem, ugyanis a mai napon ezt a csodálatos kis Douglasos csomagot fogjuk kipróbálni, amit, ha jól emlékszem, akkor még karácsonyra kaptam a Douglastól. Ahogy leveszem, a tetejét van benne egy kis használati útmutató, pár tipp, hogy hogy tudjátok alkalmazni a benne szereplő színeket és különböző termékeket, amik benne vannak, és ezután, hogyha lefedjük a doboz utolsó részeit is, akkor megtaláljuk magát ezt a kis tornyot, amit mutattam nektek szerintem akkor, amikor megkaptam. És nagyon sokan mondtátok is, hogy csináljak belőle videót, viszont elmaradt. És most jutottam oda, hogy megcsinálom ezt a videót. Fel lehet nyitni, és ahogy felnyitjátok, van benne egy pirosító és highlighter részleg, illetve itt van benne egy kis ecset, egy szemceruza, szájceruza, szempillaspirál, folyékony matrúzs, szájfény, és van benne egy nagyon pici kis rúzsecset, illetve egy teljesen használhatatlan kis applikátor. És ezután van egy ilyen része, amit látjátok, három oldalra nyílik ki, és itt található az összes szemhéjfesték, illetve a rúzsok is, úgyhogy az arcom mindezeknek még a hiányát szenvedi, viszont most el fogunk benne merülni, és csak ezzel a kis toronnyal fogjuk befejezni a hátralevő sminket. Ahogy látjátok, van egy kis barátunk is ebben a videóban. Nádaházamtól kapta egy nagyon-nagyon cuki kis nád csokrot, illetve van egy kopogtató is, viszont azt viszem haza édesanyáiknak. Nem szponzorált hirdetés, viszont egy nagyon régi barátnőmtől kaptam, úgyhogy itt van ez a kis csoda, amíg meg nem találom a végleges helyét, és elmondani nem tudom, hogy mióta szerettem volna egy ilyen nád csokrot. Ne kérdezzétek, hogy miért, nagyon vágytam rá. És azon kívül egyébként, hogy tökéletes darabok, nagyon hosszú a szára, ez konkrétan a földig ér innen, csillognak. Tudom, tisztában vagyok vele, hogy még mindig óvodás szinten vagyok leragadva, de ami csillog, azt imádom, úgyhogy alig várom, hogy megtaláljam a végleges helyét, és valahogy úgy tudjam elrendezni a háttérben olyan videóknál, ahol látszik, hogy mennyire fantasztikus. Na, de most, hogy ezt előrömködtem nektek, gyertek egy kicsit közelebb, és mélyüljünk el a sminkben. Nem tudom, látjátok-e, de instant arcfelvarrást csináltam magamnak, egy kis szemöldök liftinggel, és olyan szoros a coffom konkrétan, hogy nem mozdul meg a szemem. Lehet, hogy el kellene gondolkozni rajta. Mennyire jó. Oké, ez csak egy nagyon pici kis kitérő volt. Első lépésként szeretném befejezni az arcomon a sminket, ami úgy fog kinézni ezt a két pirosítót szeretném összekeverni, és egy kicsit barackosabb tónust vinni az arcomra, illetve szerintem ezt a highlightert fogom használni, esetleg ezzel a kis aranyjal egy picit bekeverve. Ugyanis a másik dolog, amit nem tudom, hogy észrevettetek-e, de nagyon kitartóan és precízen önbarnítózok, úgyhogy jelenleg úgy nézek ki, mintha mindenki mással egyetembe most jöttem volna vissza valami Maldív-szigeti nyaralásról, úgyhogy remélem, hogy tetszik. Ja, és a másik fun fact, megint nagyon régen videóztam, úgyhogy nagyon sok mindennel fel kell zárkóztassalak titeket. Nem tudom miért, de a mai napon eszembe jutott, hogy régen hallottam Madison Beer-nek a Baby című számát, amit nem egyszer hallottam már ezelőtt, de valamiért ma annyira rá voltam hangolódva, hogy körülbelül 25-ször hallgattam meg egymás után, úgyhogy folyamatosan ez jár a fejembe. Úgyhogy ha szeretnétek, akkor kapcsoljátok be ti is, és gondoljunk ugyanarra a zenére. Oké, felvettem a pirosító ecsetemre egy keveset, de mindent leütögettem róla, hogy tényleg egy pici maradjon csak az ecsetembe, és nagyon koncentrálva arra, hogy csak ide külső részre tegyek, elkezdem felütögetni és felépíteni a színt. Ez eddig
kifejezetten tetszik. Jöhet a highlighter, két sötétebb színből veszek fel. Oké. Ja, és csak hogy ne maradjatok le a jó dolgokról, találtam egy csajt YouTube-on. Egyébként annyit gondolkozom rajta, hogy csinálnom kellene egy olyan videót, ahol elmondom, hogy kiket nézek YouTube-on, mert hagyd ne mondjam, nagyon jó YouTube csatornákat szoktam találni, úgyhogy nem akarom, hogy lemaradjatok a jóról. Lori Hillnek hívják a nőt, és dentál higiénikus, azt hiszem, eredetileg, viszont olyan videókat csinál YouTube-ra, hogy lebontja, hogy egy-egy celebnek, hírességnek milyen plasztikai beavatkozásai voltak. Gyerekek, 3 napja csak azt a nőt nézem. Konkrétan szerintem 1-2 nap még, és végigérek az összes videóján. Nagyon érdekesek. Oké, szerintem ennyi lesz a highlight. Nózimra teszek egy kicsit ide. És ide. Ez nem az a nagyon erős fajta highlight, amit mostanában őszintén megmondok, hogy szeretek is. Ez egy picit természetesebb, de megvan az a saját szép fényed, egészséges. Csini. Egyébként a pirosító is, meg a highlighter is kifejezetten porzik, viszont a legtöbb esetben ez csak annyit jelent, hogy nagyon pigmentáltak színek, úgyhogy le kell porolni, aztán nem hullik sehol, engem nem szokott zavarni. Most, hogy az arcom kész, mehetünk tovább a szememre elsősorban, ahol nyilván nem tudom már kibontani körmemmel, úgyhogy kulcsot használunk hozzá. Ahogy látjátok, ezen az oldalt vannak a kékes lilás színek, itt vannak a pirosas, barnás és fekete szürke árnyalatok. Alul pedig van pár viszonylag élénk random szín, és még pár natúrabb. És a legalsó sor az pedig csak szájra való. Gondolom, hogy fény, nem gondolnám, hogy túlságosan pigmentált rúzsok, inkább fények, de nem sokára azt is kiderítjük. Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy lehet egy nagyon-nagyon alap kis sminket is csinálni ebből, és egy nagyon minimális natúr szint fel fogok tenni a szemhéjamra, és utána ki fogom egészíteni úgy, ahogy én szeretném jelenleg hordani. Viszont mindenképpen szerettem volna egy natúrabb verziót nektek. Úgyhogy a kék nekem jobb oldalhoz egyáltalán nem fogunk hozzányúlni. Úgy látom egyébként, hogy minden színnek van egy minimális csillogása, még a matt színekben is van egy nagyon pici fény. A kékeknél, liláknál nincs, az alsó sorban mindenben van. Illetve talán a másik oldalon, a feketében nincsen, azon kívül viszont mindben. Úgyhogy egy nagyon kis természetes, fénylő élettel teli kis sminket fogunk csinálni ma, úgy néz ki. Szeretnék a natúr oldalon maradni, egyébként is színügyileg, viszont kicsit sötétebbre szeretném a pillatörömet megcsinálni. Első lépésben akkor az alsó sorból, hogy fogom ezt csinálni, hogy folyton felemelgetem? Ezt a színt vettem fel. Ez egy picit barackosabb szín, most így, ahogy felvettem, látszik. És csak simán a belső sarokba elkezdem felvinni. És ahogy látom, egyébként majdnem 100%-osan megegyezik a bőrszínemmel, úgyhogy nem kifejezetten látszik, hogy ezt felvittem. Következő színünk ő lesz. Ez is egy kicsit egyébként barackos. Nem nagyon van
rendes barna ebbe a palettába, csak nagyon csillogósba. Ezt viszont bánom. Nem ilyen irányba terveztem a sminket. Próbálok egy cicás vonalat tartani, ha már ilyen jól kihúztam a szememet. Látjátok? Képernyőn szerintem látszik, élőben alig. Nyilván, ha szeretnétek, akkor így is felvihetitek, és kész. Mostanában nagyon sokszor csak ilyen sminkeket hordok. Csak a mozgó szemhéjamra, és egy nagyon picit fölé felteszek egy színt, és szempillaspirál, és kész. Viszonylag építhető is a szín, viszont azt akartam mondani, hogy annyira azért nem durván pigmentált, de egyébként nem vészes, ahogy közelebb mentem. Ha nem videóznék, akkor itt most megállnék, tennék egy spirált és mennék a dolgomra. Viszont videózunk, úgyhogy nézzük, hogy mi legyen a következő szín. Van egy ilyen opciónk, illetve egy ilyen. Itt van a két szín, ez alulról van, ez egy kicsit bronzosabb barna talán, ez pedig egy kicsit szürkésebb, de mind a kettő csillog. Az alsó az egyébként nagyon krémes, a bal oldali az egy kicsit ilyen porolósabb, viszont az mattabbnak is tűnik, úgyhogy valószínű, hogy azzal fogok tovább menni. Nem töröltem bele a nadrágomba egyébként a szemhéjpúdert. Nem, dehogy nem szoktam ilyet csinálni egyáltalán. Jó erős. Megint egy csetet kellene mosnom. Egy nagyon picit egyébként, mintha foltos lenne. Ez az alapforma, ezt elkezdem most eldolgozni, és amikor ezzel meg vagyok, akkor megyünk tovább. Bár lehet, hogy itt egyébként meg is fogok állni a szemsminknél. Nem lenne rossz egyébként így matton se a szemem. Az alsó szemhéjamra nem is teszek szerintem semmit, ez a cicás hatás az teljesen tökéletes így, ahogy van. Viszont egy nagyon-nagyon picike kis csillogós valamit ide talán el tudnék képzelni. Úgyhogy mondjuk ez. Nem szeretnék világosat tenni. Mind a két szint alulról választottam. Mind a kettő nagyon, ugye, vagy túl barackosak. Ez nem annyira. Ezt megpróbálom. Oké. Oké, ez így tetszik. Ebből és ebből a highlighterből keverek. Egyet, és egy nagyon keveset, vagy egy kicsit többet teszek a szemöldök csontom legmagasabb részére. És most, hogy ezzel is megvagyunk, fejezzük be a szemsminkemet. Szeretném kipróbálni a szemceruzát. Idejét nem tudom, hogy mikor használtam utoljára szemceruzát, de úgy néz ki, hogy most eljött az ideje. Egy keveset szeretnék csak tenni a szemem külső sarkába éppen, és talán egy nagyon-nagyon pici tusvonalat fogok húzni, és farkincet, de ebben még azért nem vagyok biztos. Inkább csak megvastagítom a szempilla tömömet. Na! Satírozós kis ilyen szemhéjtust húzni, hogyha bele szeretnéd dolgozni magába a szemhéjfestékbe, akkor szerintem tök jó, viszont arra, hogy nagyon precíz, éles, vékony, vagy vastag, de precíz vonalat húzzál, szerintem nem a legjobb. Jött a szempillaspirál. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt muszáj lenne kipróbálni.
Ahhoz képest amúgy nem szörnyű. Lehet, hogy megcsinálom ezzel a pillanat, mert nincs kedvem felállni a másikért. Nem azt mondom, hogy a legjobb, mert nyilván nem, de nem is a legrosszabb. Sőt, amúgy igazából szerintem rendben van. Fekete lett tőle a szempillám. Nincsen összeállva a csomókba, úgyhogy nekem ez teljesen megteszi. Nem szeretnék piros szájat csinálni, de ez a szájceruza, ez a folyékony rúzs. Összekentem az orrom. Úristen, nagyon jó illat van. No. Fogjuk rá, nagyjából eltűnt. De nagyon jó az illata. Viszont nem fog matra száradni. Ez egy velvet hatású rúzs. Úristen, de jó az illata. És egy ilyen nagyon átlátszó piros szájfény. És akkor nézzük az alsó sorban rúzsokat per szájfényeket. Aha, ez mind szájfény lesz. Nagyon-nagyon szájfény. Ez az első. Ez a második. Utána jön ez. Remélem, látjátok, miközben csinálom, nem csak magamnak mutatom. Ha nagyon vastagon kenem fel őket, akkor viszonylag fednek. És így megyünk sorba alul. A két nude az kifejezetten tetszik, főleg ez. Úgyhogy valószínű, hogy azzal fogunk mi is tovább menni. És ehhez viszont... Fuck! Ki fogjuk próbálni ezt a kis ecsetkét, amit kaptunk. Ez amúgy csini. Az ecsettel egyetlen egy bajom van. Nagyon pici. Egy kicsit talán világosabb és barackosabb, mint szeretném, de egyébként is maszk van rajtunk mindenhol, úgyhogy nem számít. Azt, hogy mondanám-e, hogy kötelező megvenni, annyira jó? Nem. Nem tudom, hogy mennyibe kerül. Valaki azt mondta, hogy lehet venni üzletben is. Hogyha lehet venni, akkor első szetnek, gyakorlósnak szerintem nagyon-nagyon jó. El lehet használni, de nyilván nem lesz a kedvencem. Viszont szerintem egy nagyon szép sminket sikerült azért így is összerakni belőle. És látjátok, teljesen jó minőségűek benne a dolgok, mindent rendeltetésszerűen lehet használni. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a kis mini bemutatóval, review-val, tutoriállal. Akármi is volt ez, és nagyon örülök, hogy újra itt voltunk együtt. Ha érdekel titeket a NAD, vagy a YouTube csatorna, amiről beszéltem, akkor mind a kettőt leteszem nektek leírásba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!